A halál materialista értelmezésben egy biológiai esemény. Az a folyamat, amikor az élő szervezet komplex működése végleg leáll. Az emberi lélek szempontjából a legtöbb kultúrkörben nem pusztán fizikai vagy fiziológiai jelenség a halál, hanem egyben az ember legnagyobb és legnehezebb létkérdéseinek egyike. A túlvilág léte tudományosan nem bizonyított, ezért csak a filozófia és a vallás segíthet. Hihetjük, hogy a mennyországba kerülünk vagy reinkarnálódunk. Gondolhatjuk, hogy egy fényes folyosón indulunk el, hihetünk a kísértett világban, de az is jó megoldás lehet, hogy a halál után egyszerűen nincs semmi. Hát pont ez a lényeg. Hogy nem tudjuk. És szabadjon ebbe bele nyugodni, hogy nem tudjuk. Még nem jött el az időnk. Még nem tudjuk, hogy mi van. Ez egy misztérium. És én nagyon... Szóval én gyanakodva hallgatom azokat, akik azt állítják, hogy ők tudják, hogy mi van. Vagy azt állítják, hogy ők tudják, ők tudva tudják, hogy ott jön a fényes folyosó, meg a befogadás a mennybe, vagy a pokolba számüzetés, vagy a Szent Péternek a portás fülkéje. És a másik véglet, amikor pontosan és minden kétséget kizáróan mondják, hogy nincsen semmi. A nagy semmi. De ha kételkedsz abban, Robi, hogy valaki tudhatja, akkor az azt jelenti, hogy szerinted senki nem hozhat onnan át semmit, mert senki, aki meghalt, nem támad fel soha. Érted? Ezzel... Hát a Jézus Krisztusról meg a Lázárról tudunk, de most az is, hit kérdése. Ha hiszem, akkor föltámad. Ha nem hiszem, nem támad föl. Most ez egy mítosz. Hinni kell a mítoszban ahhoz, hogy valóság legyen, legalább szubjektíva a te számodra. Na de ha ez hihetetlen, tehát ha úgy gondolod, hogy a halál az egy eseményhorizont a személy vagy az információ számára, tehát onnan már semmi nem fog visszajutni, azzal már is kifejezel valamit, hogy nem lehet ennek az állapotnak a közelébe érni, vagy pedig, hogy nem egy átmenet konkrétan a halálnak a pár pillanata, amikor így kiszáll belőled az élet, akkor hogy ezzel azt állítod, hogy az pontszerű, és nem pedig vonalszerű, hogy az megtörténik, ezért nem tudod félbehagyni és visszakanyarodni. Márpedig nem azt mondom, hogy azok az emberek, akiket újraélesztenek, tudod, vagy jeges vízből halásznak ki, és mindenfélét mesélnek, nem feltétlenül fényes folyosókat, vagy nem feltétlenül bölcsességeket és különböző formájú Istennel való találkozásokat. Minden esetre ők rákerülnek valami tripre, amitől elkezdi őket foglalkoztatni nagyon erősen ez, és elég nagy átfedés van abban, ami az üzenete annak, amit utána ők elmesélnek. Igen, és ez azt jelenti, hogy ez a gondolat, ez közös és létezik. Nem maga a halál, vagy a halál utáni állapot, hanem az, hogy valami hasonló érzelemmel fordul felé minden ember, arra alapozva legalábbis, hogy ez a néhány, az a nagyon kevés, aki be tud számolni arról, hogy ő majdnem meghalt, és aztán mégsem, és mire gondolt, az hasonló szándékúvá válik, tudod, vagy hasonló lelkiállapotba kerül, vagy hasonlóan felejthetetlen a számára ez. Ennek nagy terjedelmű irodalma van. Ott van például a Nádas Péternek a saját halál című könyve, ami az ő folyosó élményét hordozza. Már pedig, amikor tudod, itt nem csak az a kérdés, hogy mit élt át, hanem hogy ki élte át. Hogyha egy író, aki a szavak embere, az vélhetően többet át tud hozni, többet ki tud fejezni abból. És egy nagyon, nagyon hitelesnek tűnő dokumentum az, amit a Nádas Péter leírt. Csak úgy, mint az ehhez hasonló egyéb szövegek részben vagy egészben. De olyan biztos az. Biztosak lehetünk abban, hogy amit a Nádas Péter leírt, az a halálon túlról származik? Nem lehet, hogy az még a haldokláshoz tartozó élmény? És hogy visszahozták őt a klinikai halálállapotából, ő neki az idegrendszerében maradt egy élmény, de hogy az élmény az biztos, hogy a szívleállás meg az agyleállás után került bele. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy még működött az idegrendszere a haldoklás perceiben, akkor szerezte ezt az élményt, azután jött
a klinikai halál állapota, amiben egy nagy blackout, egy sötétség, majd a sötétségből az újraélesztés nyomán felé lett, és arról az élményről számol be, ami a legutolsó élménye még az életében. Nem törvényszerű, hogy az a halál utáni realitást hordozza, hanem bőven lehet, hogy az még az idegrendszer működéséhez tartozik. Én nem akarok pont azért, amit mondtál, hogy ilyen szavakkal dobálózni, hogy biztos valami, épp ezért inkább úgy fogalmazok, hogy valószínűnek tartom azt, amit mondasz, hogy ez a haldokláshoz tartozik, mert azt gondolom, hogyha bármit megtapasztalt, ami egyáltalán tapasztalható érzékszervel, vagy tudati szinten felfogható, az már nem tartozhat a halálhoz. Én nagyon sok jegyzetet felírtam magamnak, és nehéz így most egyet megfognom, hogy hol kezdjem el, talán kezdem azzal, hogy a reinkarnáció az egy olyan, ez egy népszerű álláspont. Ugyanakkor nekem nagyon visszás, vagy legalábbis nem szeretnék ebben hinni, és most nem tudom, hogy ez az ebéli vágyaim kivetülése, hogy én ebben nem hiszek, mert nem szeretnék benne, mert ez azt jelenteni, hogy most ennyi az egész, hogy itt ragadunk az életben, a valóságban, hogy ezen túl szerintem valami sokkal nagyobb dolog kéne, hogy legyen, miután mi meghalunk. Ami de hát ezek a te elvárásaid. Ezek az én elvárásaim az egésszel kapcsolatban. De... Mint ahogy mások élete meg a világ sem azért van, hogy bennünket kiszolgáljon a halál utáni, ha a tudatod vagy a bármilyen részed folytatja az életet, sem azért van, hogy téged kiszolgáljon, hanem esetleg te vagy azért, hogy másokat kiszolgálj. Igen, de ugyanakkor vannak ilyen kis percepcióim az életben, mint ahogy mindannyiunknak vannak, amik azért engednek arra következtetni számunkra, hogy talán ennél több van, a valóságnál több van. És hogyha itt ragadunk az életben, akkor sose tudunk kilépni ebből a valóságból. Én azt gondolom, hogy én nekem nagyon szorosan összefügg a halálról alkotott képem a vágyakkal. Annak a gondolata, hogy ha már semmi rossz nem történhet, akkor elengedjük a vágyainkat, elengedjük a tudatunkat is, mert már nincsenek ott ezek a neuronok. Nem működik az idegrendszerünk, nem működik a tudatunk onnantól kezdve, és beépülünk a mindenségbe, amit én úgy képzelek el, hogy nem a Földdel egyenlő, nem más galaxisokkal egyenlő, hanem a mindenséggel, ami bármin túlmutat, amit mi képesek leszünk valaha akár űrhajóval elérni. És én azt gondolom, hogy nem materiálisan, fizikailag képzelem el, hogy aki meghal, az a mennyországba kerül, de azt is gondolom, hogy mondjuk a pokolnak a gondolata az egy dogma. Mert ez azt jelenteni, hogy az, amit itt a valóságban, az életben mit csináltunk, az egész egyszerűen determinálja azt, hogy mi vár ránk ezen túl. És én nem tulajdonítok egyébként a valóságnak ekkora jelentőséget. Én azt gondolom, hogyha egyáltalán valahova kerülünk, és nem mi emberek kézzel, lábbal, szemmel, felhőkön, ahol látjuk egymást, hanem a lelkünk, amikor beépül a mindenségbe, én egy ilyen megértést projektálok bele az egészbe. És mindenki oda kerül, függetlenül attól, hogy Teréz anya vagy Hitler. Uh-huh. És én azt is gondolom, hogy ha esetleg tényleg ide kerülnek ezek a lelkek, hogyha esetleg tényleg egymással is egyé válnak, olyannyira egyé válnak a mindenséggel, akkor ezt talán úgy tudnám, talán egy kicsit profán módon, de kifejezni legjobban szavakkal, meg hogy valahogy hogy így megpróbáljam megértetni ezt az egészet, hogyha tényleg oda került Teréz anya és Hitler, akkor Hitler megérti, hogy az, amit ő szeretett volna, az nem volt megoldás, és tudja, hogy mit csinált rosszul. Teréz anya pedig megérti, hogy jót akart, és mindenki megbocsát mindenkinek. Most tudom, hogy ezt így hülyén hangzik kimondani, hogy jót akart, de a realitása a dolognak ez, és mindenki megért mindenkit. Azt nem tudjuk, hogy van-e élet a halál után, vagy hogy a halál után marad-e belőlünk vissza valami, vagy bármi. Ezt nem tudhatjuk biztosan, de pár dolgot azért nagyobb valószínűséggel sejthetünk. Például az én számomra szinte biztos, hogy a személyiség az szétmálik a halálban. Hogy az a valaki, aki a halál után visszamarad, ha visszamarad, az nem az egód, és nem az ahhoz tartozó szellemi konstruktum, ami a személyiség, hanem a tiszta énvaló. Ezt úgy is hívhatjuk, egyébként a vallások úgy hívják, hogy lélek. Ez a Jung úgy hívja, hogy Selbst,
ez a mélyén, ez a hinduizmus úgy hívja, hogy az Atman. Ez az, amikor éntelenedsz, mondjuk egy autóbalesetben, tudod, amikor kvázi az egó lekapcsol, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon fura állapotba kerülsz, nem nagyon érted, hogy mi zajlik körülötted, de valami tiszta ragyogással felragyog benned valami, amire rárakódott a személyiséged, rárakódott az éned, rárakódottak a szokásaid, meg az, amit magaddal azonosítasz. Ez a tiszta énvaló, ez az a valaki, aki már csecsemőkorodban voltál. Amikor még nem volt személyiséged, amikor még szó szerint fogalmat sem volt semmiről. Nem gondoltál semmit a világon, de az a valaki ott bent, ott legbelül, az a valaki, aki kipislog a szemeden, nem értelmez, csak megfigyel, az már akkor ott volt. Már ott volt bent. Na, ha valami tovább él a halál után, akkor az ez a valami. Én nem, nyilván nem merem kijelenteni biztosan, mert nem vagyok aranyszájú pap, aki halál biztosan kijelenti a szószékről, hogy ez így és így lesz, híveim. De ha valami tovább él a halálon túl, akkor az ez a valami, ez a szubjektum, ez a valaki. Na most a helyzet az, hogy ez a valaki, ez mindenkiben azonos. Ez benned azonos azzal, aki én vagy, aki bennem lakik, ez aki a Hitlerben lakik, a személyiség mögött, aki kifelé pislog, még nem értelmezi a világot, még nem illeszt rá narratívát, de még csak nem is húsos, hogy narratívát, még fogalmakat sem társít a jelenségekhez, csak megfigyel, ez a valaki a Hitlerben és a Teréz anyában pontosan ugyanaz a valaki. És ez a valaki, ez üdvre jut. Ez üdvre kell, hogy jusson, hiszen ezek nem az ő bűnei, hanem a rárakódott személyiségnek, a rárakódott sorsnak, a nyomán annak a személynek, annak az énnek, annak a azonosítható, másoktól különböző személynek a bűnei. De ebben a mély rétegben, amiben mindegyek vagyunk, az a valaki, aki kifelé pislogott a pólyából, amikor még kicsit csecsemő voltál, az ugyanaz a valaki, aki kifelé pislogott a pólyából, amikor én kicsit csecsemő voltam, Teréz anya vagy Hitler kis csecsemő volt. De hogyha ennek a valakinek ugyan mi más sorsa lehetne, mint az üdv? Én még nem bontakoznék ki teljesen, de itt húznék egy vonalot, hogy eddig sem olyan nem hangzott el, amivel ne tudnék azonosulni. Tehát, hogy ugye mi csak elképzeléseinket hangoztatjuk. Most azt mondjuk, hogy mit gondolunk, hogy mire lehet számítani utána, de azt hiszem, hogy még mindig vallásfüggetlenek maradtunk, és egyszerűen még mindig csak a gondolatról beszélünk, és abban nincs semmi hihetetlen, és nincs semmi olyan, hogy ne lehetne vele foglalkozni. Az már lehet egy vallási kérdés, hogy vajon az a csecsemő, aki kinéz a Hitlernek, a Teréz anyának, meg a Puzsérnak a fejéből, az talán ugyanaz a személye. Nem személy. Hát ugyanaz, jó, a, okay. ugyanaz a személy a előtti, valami. Ugyanaz a személytelen, ugyanaz a mélyén. Ugyanaz a tiszta énvaló, ugyanaz az Atman. Igen, amikor már személyiségé válik, akkor különbözik valójában, és ez azt jelenti, hogy mindannyian egy mély gyökérzetbe gyökerezünk le, és az a mély gyökérzet levezet valahova egy közös tárnába, amely közös tárnában lakik a mi üdvünk, és amiben mi egyek vagyunk, és amikor tudod, amikor megkegyelmezel a másiknak, akkor ennek a valakinek kegyelmezel meg, aki egy benned, egy veled, és amikor, mert ő szenved, mert nem a személyiség szenved, hanem én azt gondolom, hogy ez a mélyén az, ami szenved, az, ami el szenvedi a világnak. Sajnos tud a személyiség is szenvedni, és nagyon könnyű összekeverni, hogy melyik vötök van megbántódva. Te, vagy a nem te. Igen, az megfigyelhető, hogy a pszichopatának is tudnak könnyek legördülni az arcán, mert magát tudja sajnálni, önmaga miatt tud, és együtt érezni ő saját magával tud. Na most elvileg a pszichopata az egy olyan erkölcsi fogyatékos
személy, akinek ez a mélyén ez elvileg hiányzik. Bár nehéz elképzelni, hogy ez tényleg hiányzik, inkább csak arról van szó, hogy ehhez a mélyénhez nincsen semmilyen kapcsolata, mintha megszakadt volna a kapcsolat, mint amikor a, most egy fizikai példát mondok, mint amikor az idegpálya átszakad, és neked lebénul a féltested. Tehát minthogyha ez a szellemi síkon valami olyasmi történt volna a pszichopatával, hogy megszakadt volna a kontinuitás, megszakadt volna a kapcsolat a mélyén és a többi én rész között, és ilyen módon az ego, vagy még rosszabb esetben a szociopaták esetében, meg az ösztönén az, ami ennek a mélyénnek a funkcióját ellátja. Arról beszélgetünk, hogy mire számíthatunk, miben bízunk a halál után, egyébként 0630 011 0725 az ünnepélyes SMS számunk, amit nehéz ilyenkor felolvasni, de hát jönnek üzenetek, úgyhogy hát ha valakinek olyan jut eszébe, aminek itt van a helye. Mondtad, Robi, hogy ugye az váltja ki az ezen való gondolkodás, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz velünk, de milyen érdekes, hogy most nem tudjuk, hogy mi lesz. Utána viszont, ha meghaltunk, akkor meg már nem mi fogjuk tudni, hogy mi van, és hogy kivel. Szóval igazából nehéz ennek a... Már én is nem, gondolom. Hát beleolvadunk abba a tudatba, amelyik tud mi rólunk is, meg tud arról is, hogy mi lesz velünk. Az nem mi leszünk, akik azt tudjuk, hanem az a tudat, az ma is van, csak mi most még abból, attól elválasztva, mint egy külön létezünk, és akkor aztán belezuhanunk, ahogy a csepp visszatér a tengerbe. Én kifejezetten így gondolok rá egyébként cseppként és tengerként, vagy valami, én többször valahogy vizualizáltam, hogy tudjak benne közlekedni, ahogy ezt elképzelik az emberek, és amikor beszélgetnek a karmáról, meg a reinkarnációról, meg a jóról, a rosszról, arról, hogy együtt érzel, vagy összetartozol, vagy ugye, ahogy a Dávid az előbb mondta, hogy beleolvadsz a mindenségbe, miközben hát én úgy gondolom, hogy így ki se olvadtál belőle, csak pont a Robi által felsorolt rétegeid elválasztanak tőle egy időre, vagy megfeledkezel róla, és tök jól lehet, tök jó, ha ezt egy elképzeled, hogy mintha olyan lenne, mint a Föld, egy ilyen nagy gömbszerű massza, amiből így kifröccsen egy csepp egy időre, és aztán visszakullik. És ez az életed, és az a csepp az, ami beléd jut ebből, és nem vagy más anyagból, mint ez az egész, és hogy ez a felszínén történik-e, és hogy még életedben visszahullasz bele, az is rajtad múlik, tehát hogy komolyan veszed-e, hogy tartozol valami más különböző élőlényekhez, és hogy milyen mélyre hullasz vissza, azaz mennyi esélyed lesz, hogy legközelebb is végig kell szenvedned egy életet, vagy pedig foglalkozhatsz hosszú távon azzal, hogy egyesültél valamivel, és akkor ott nézel ki a valakinek a fejéből, és megpróbálod értelmezni, és néha szomorkodsz, hogy hát te már nem emlékszel, hogy te valaha voltál-e valaki. Minden esetre tök jó ezt így lemodellezni a fejedben, hogy egy tárgy legyen, vagy nem tudom, hogy valamennyire hinni tudjál benne. Nem azért kell hinni benne, mert ez létezik, hanem azért, mert tényleg hatással van arra, hogy egyébként még életedben hogyan viselkedsz másokkal. A halállal kapcsolatban például érdekes dolog, hogy neked is fáj másnak a halála. Miért? Hiszen az az övé. Hogy lehet ez? Ugye innen jönnek a kérdések, hogy vajon mi az az anyag, ami átviszi ezt az érzelmet. Másrészt meg ott van az a többször említett ego. Nekem nagyon gyanús figura ez az ego. Ugyanis azért is foglalkoztat minket a halálnak a kérdése, mert ez az ego retteg attól, hogy meg fog szűnni. A tested, a személyiséged, az, amit ő neked gondol. Nem feltétlenül romantikus, költői, meg ilyen hipster dolog a halálon való töprengés, hanem ilyen tök pusztulatmódon egoista, hiszen te a saját megszűnésedtől félve gondolkodsz a legtöbbet a halálon, nem pedig a mások iránti aggodalmad, vagy az ő haláluk utáni jólét kapcsán. De a saját ságod, a saját magad, az meg fog szűnni a halálban. Az szinte biztos. Én is így gondolom. Az meg fog szűnni. A,
amiben nem különbözöl a másiktól, amiben egy lényegű vagy a másikkal, az túlélhet, abban lehet reménykedni, vagy abban lehet bízni, vagy abban lehet hinni, vagy talán érdemes. Az én számomra az, hogy nem lehet tudni, hogy mi van a halálon túl, hogy ez egy misztérium, számomra megszenteltebb az, hogy ez egy misztérium, mintha tudni lehetne biztosan, hogy a halálon túl élünk, megyünk a Szentpéter portásfülkéjéhez, onnan aztán vagy bebocsátást nyerünk, vagy a kiüzetést, és akkor alá leszünk vetve a pokolnak. Ha mindez tudható lenne, az onnantól kezdve az, hogy te hiszel, vagy sem, az, hogy te hogyan élsz, az onnantól kezdve csak egy befektetés, egy jó üzlet. Onnantól kezdve már érdemes lenne jónak lenni, mert biztos lehetsz abban, hogy az majd neked kamatozik a túlvilágon. De így, hogy nem lehet tudni, hogy ez egy misztérium, hogy igazából meg lehet, hogy te jó vagy, de meg lehet, hogy csak a jóságod a fizetség azért, hogy te jó vagy, megszenteltebbé teszi a jóságodat, mintha tudva tudhatnád, hogy azért neked túlvilági jutalom jár. Egyszerűen bármilyen különös, az a tény, hogy szembe kell néznünk akár a nagy semmivel, megszenteltebb, mintha biztosak lehetnénk a túlvilági életben. Ismered József Attilának a Két hexameter című versét? Hát már hogyne. Hát ez konkrétan erre a jelenségre reflektál. Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Én a vallások kapcsán, amit most így azzal kapcsolatban mondtál, hogy így mész, bondugol Szent Péter fele, és ennek az ilyen materiális megfogalmazásának a kapcsán, én azt gondolom, hogy pusztán az, hogy ilyen materiális képekkel dolgoznak a vallások, ez egy dolognak köszönhető. Hogyha én most azt mondom neked, és akkor most maradjunk a valóságon belül, csak mondjuk térjünk át egy másik dimenzióba, hogy képzelj el egy másik dimenziót, ahol az élő lények nem úgy tájékozódnak, mint mi. Nem rezgésekkel, nem látnak, nem hallanak, nem létezik az a fogalom, hogy gravitáció. Nem arról beszélek, hogy van vagy nincs, hanem hogy mint fogalom nem létezik, akkor egyszerűen annyira a tudatod a valóságra van kondicionálva, hogy képtelen vagy elképzelni egy ilyen alternatív dimenziót. Amikor a lélekről, vagy az igazságról, vagy a mindenségről beszélünk, ezek szerintem nagyon összekapcsolható kifejezések egymással, akkor arról van szó, hogy ezt valahogy úgy kéne nekünk érzékeltetnünk, vagy egyébként ez egy jó kérdés lenne, hogy kéne-e, tehát szükség van-e arra, hogy ezt mi érzékeltessük, de minden esetre, hogyha valaki érzékeltetni szeretné, akkor kénytelen olyan képekkel dolgozni, pusztán azért, hogy populárisabb legyen, és több ember megértse, több emberhez eljusson ez a nézete, hogy elképzeli mondjuk az Istent, és akkor itt megint idehoznám azt, hogy engem nem érdekel, hogyha valaki sorsnak, vagy Istennek, vagy mindenségnek, vagy igazságnak hívja, ezeket is én szorosan összekapcsolom egymással, de amikor úgy képzeljük el, hogy egy ilyen nagy szakállú ember, aki a felhőkön csücsül tógában, akkor itt megint csak arról van szó, hogy valahogy personalizálni kellett vagy personifikálni kellett ezt a valamit, azért, hogy az emberek... Hogy a kisember, hogy a közemberek, hogy azok az emberek, akik nem tudnak igazán absztrahálni, mert tudod, azért a bölcsészek tudnak ezekkel a elvont fogalmakkal dolgozni. De a hívek, az egyszerű hívek, azok nem tudnak ezekkel az elvont fogalmakkal mit kezdeni, hogy a mélyén. Érted? És nekik egyszerűen szükségük van egy megfoghatóbb, de tulajdonképpen egy metafora világra van szükségük, amely metafora világot úgymond kimerevítenek, vagy megfagyasztanak, és úgy nyújtanak át neki, és akkor ebből lesz a portásfülke, meg Szent Péter, meg a felhőkön csücsülő Isten a tógában. De hogy valójában azáltal, hogy elképzeled, azáltal profanizálod a dolgot, ami szakrális, és ezáltal tulajdonképpen sérted is a szakralitását. Önmagában azzal, hogy ábrázolod az Istent, vagy ábrázolod akár a Jézus Krisztust, bizonyos értelemben a szentségét megsérted, alig ha véletlen, hogy
a judaizmusban vagy az iszlámban tilos ábrázolni. Mert megpróbálod behozni a valóságon belülre azzal, hogy érzékszervvel tapasztalhatóvá teszed őt. Nem és kell ez, és feltétlenül szerintem itt demózni, hogy én annyira tisztelem, hogy nem tiszteletre mutatom, van szó. Inkább az a probléma, hogy valaki ezt tényleg megértette az életében egyszer, akkor szembesül vele, hogy ezt nem lehet elmagyarázni egy 3 órás beszélgetésben, vagy nem tudod azt a történetet röviden létrehozni, amelynek a megismerése után a másik emberben ugyanaz a felismerés jön létre, mint benned. Hanem ez egy ilyen hosszú távú nevelés, és én meggyőződésem, hogy több vallás is ennek az érzetnek a létrehozásának a céljával mesél neked valamiről, hogy annak a végeredménye jó esetben ugyanaz lesz, mint amire esetleg te magadtól rájöttél, vagy valamilyen élmény hatására rájöttél. Arról van szó, hogyha antropomorfizálod a szakrális entitást, mondjuk az Istent, azzal valami emberfelettit emberinek mutatsz. És ezáltal kifosztod a szakralitását. Hát ő ember feletti. Pont az a lényeg, hogy nem szakállas. A szakáll az egy földi jelenség. Pont az a lényeg, hogy nem tógában van a tóga, egy ruha. Ezek földi jelenségek. Nyilvánvalóan nem. És ez ilyen értelemben blaszfémia, hiszen valamit, ami ember feletti, emberinek mutatsz, és emberiként képzelsz, vagy társz fel, vagy mutatsz meg. És ilyen értelemben a katolicizmus bizony pogányabb, mint akár a judaizmus, akár a protestantizmus, ami visszatér a judaizmusnak, ehhez a puritánságához, ehhez az ábrázolás tilalmához, a templomnak a kimeszelése valójában a kálvinistáknál nem egyéb, mint a visszatérés a judaizmusnak a tradíciójához. Nem ábrázoljuk, nem mutatjuk meg, mert amit megmutatni tudunk, az nem az. Az biztosan nem az. Amit nem tudunk megmutatni, ott kezdődik az. Ezáltal az ábrázolás az ilyen értelemben egy pogány gyakorlat. És bizony az sokkal autentikusabb szakralitás, amikor nem mutatjuk meg. Így a kisembernek, az egyszeri hívőnek nehezebb elképzelni, ami akadály, de ugyanakkor meghíd. Mert azáltal, hogy nehezebb elképzelni, nem a káprázatba veted a hited, nem a bálványba veted a hited, hanem az absztraktumba veted a hited, ami ténylegesen az Isten egy absztraktum. És nem arról van szó, hogy arról lenne szó, hogy jobban tiszteljük, vagy hogy az a tisztelet azzal, hogy nem ábrázoljuk, vagy meghagyjuk a szakralitását, hanem bennem felmerül az, hogy nem kontraproduktív, hogy az embereknek tovább kondicionáljuk a valóság érzékelését erre a... Tehát, hogy jobban azonosítsák a mindenséget a valóságban magukkal, azzal, hogy azt mutatjuk, hogy valami, ami egyértelműen túlmutat a valóságon, szintén a valóság egy szegmenséből lett kiragadva. Igen, arról van szó, hogy az igazságot valóságosnak mutatjuk, ezáltal a transzcendens természetét megraboljuk. És az, amit mondasz ezzel az énvesztéses állapottal, mondjuk az autóból esetben, ezzel a buddhizmus egyébként nagyon sokat foglalkozik, ezt képien úgy tudnám elmondani, hogy ezek a személyiségjegyek vagy karakterjegyek, amik az énünket adják, ezek ilyen maszkok, amik különböző rétegekben, különböző sorrendben vannak ezen a személyiség magon, és most nem úgy értem, hogy mag, hogy kinő belőle egy növény, hanem úgy mag, mint a föld magja, tehát ez a legbelső dolog, és egyáltalán feszegetni azt, vagy beemelni ezt a létezésbe, és feltenni azt a kérdést, hogy mondjuk a lélek létezik-e, az nekem valahol olyan, mint hogyha megkérdeznéd, hogy van-e állatkert a Tigrisben. Hogy így teljesen rossz a reláció a kettő között, mert a lélek, aminek a mindenséghez van köze, egy porszemnyi, sőt, egy végtelenednyi. Már eleve az profán, hogy ezt egy ilyen matematikai kifejezéssel próbálom leírni, szegmense csak a valóság. Tehát a mindenségnek a valóság az egy elhanyagolható kis porszeme. Én nem úgy értelmezem az embernek a magvát, mint ahogyan a gyümölcsöknek a magvát, aminek tényleges magva van, és akkor ott van belül, csak ami kiszedhető, kioperálható, az ember magva az olyasmi, mint a hagyma magva. A hagymának ugye nincsen magja, de minden egyes héjnak a lehántásával közelebb kerülsz a nem létező maghoz, de mégis közelebb kerülsz, igen, mégis egyre közelebb és közelebb kerülsz. Legbelül nem fogsz találni semmit, de ez a semmi, amit ott legbelül találsz, ez a lelke a dolgoknak. Ahogyan a szobát nem a tégla képezi,
hanem a nem tégla képezi, a tégla az a szobát keretezi, az a szobát, valójában a szoba lelke az, az az, ami nem tégla, ahogyan a keréknek a lelke az a küllők közti űr, nem a küllő, és megfigyelhető, hogyha egyszerűen küllők nélkül gyártasz le egy kereket, úgyhogy tömör anyag, akár fa, vagy akár fém, kevésbé lesz stabil a kerék, kevésbé lesz kerék, hanem a kivágott, a kevesebb keréktől, amit kivágsz belőle, ami az üllők közti űr stabilizálja a kereket. A küllők közti űr. Ez azt jelenti, hogy valójában a létezésünknek a magva az nem anyagi természetű, hanem valami, amit megnevezni nem tudunk, csak indirekt módon. A nem anyagi. Ahogyan a hagymának mi a magja? Nincs anyagi magja a hagymának, hanem valami kis űr, amire a hagyma héjai rá rétegződnek. Egy csomószor viccelnek kezdett ott, hogy van-e élet a halál előtt, meg tudod, ez csak ilyen szellemeskedések. De amikor azt kérdezik, hogy van-e élet a halál után, akkor teljesen egyértelmű, hogy van, csak másoké. És másoknak az élete létezik a halálod előtt is, csak nehezebb tudomást venni róla, hiszen a tiéd is létezik akkor még, és hát azzal nagyon el vagy foglalva. Amikor itt felmerül ez az újra születés, újra nem születés, meg a Szent Péter portásfülkéje, én nagy hasonlóságot látok abban az elképzelésben, hogy ugye eldől mondjuk a kereszténységben, hogy te a mennybe kerülhetsz-e, vagy a pokolba, versus a hogy mondjam, a karmaképző cselekedeteiddel az életedben eldől, hogy lesz-e következő életed, azaz a Szent Péter tovább enged téged arra a helyre, ahol már nem kell azzal foglalkoznod, hogy te valaha voltál, vagy visszakerülsz a földre valamilyen állapotban, ami tökre megfeleltethető a pokollal, hogy igen, le kell élned egy új életet, és ha nagyon-nagyon rossz ember voltál, akkor rosszabb minőségben lévő életet kell leélned, vagy életformát. Ha nagyon jó voltál, akkor talán nem egy rosszabb formában születsz újra. De tudod, valójában ezek ilyen vallási kérdések. Én azt hiszem, hogy a karmádat nem saját magadnak hozod létre, hanem ahogy van élet a halál után mások számára, úgy a te nyomodat mások isszák meg, mások fizetik meg utána, ha te rossz ember voltál, akkor nekik lesz egy rossz hely, ahol élnek. Ők kerülnek a pokolba miattad. Neked már nem kell aggódni miatta, mert ahogy mondtátok, tudod, Teréz anya és Hitler is ugyanaz a részük, ugyanott, ugyanúgy az öntudatuknak már a hiányában fognak szemlélődni egyként. Igen, de az nem az öntudatuknak a hiányában, de az egy valójában nem egy tudattalanság, hanem az egy magasabb tudatosság a kozmikus tudat birtokában. Az én tudat eloszlását, legalábbis a vallások szerint, nem a tudat elmerülése, a tudattalanság váltja, hanem a tudat kiterjedése, a tudat univerzálissá válása. Nem vagyok benne biztos, hogy ekkor már tudatnak hívjuk, vagy hogy a halálunk után mindennek a megértése. Abban az értelemben nem tudat, hogy nem fogalmi gondolkodás alapú. Ilyen értelemben valóban. Az amit azt mondtál, Oszi, hogy nehéz mások életének létezését a saját halálunk után elfogadni. Én nemrég láttam egy filmet, ezt mondtam, mások életét a te életedben ugyanannyira észrevenni, mint a sajátodat. Nem tudom, hogy mire gondolsz, de nem jó, mindegy, ettől függetlenül elmondom, amit szerettem volna mondani. Szerintem annak a gondolata egyébként igazán nyomasztó, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy te mit kezdesz hosszú távon az életeddel, mert mindegy, hogy te egy olyan kis ember vagy, aki a közvetlen környezetének okoz örömet, vagy tehát a következményeit hosszú távon mindenképpen lesznek. De mondjuk az életműved és az az én, aki fennmaradt volna belőled, mondjuk akár egy-egy cselekedeted, megnyilvánulásod, alkotásod formájában legjobb esetben is fennmarad néhány száz vagy ezer évig. És hogyha azt hiszed, hogy képes vagy olyat alkotni, ami örökre fennmarad, amit nem felejtenek el, hogy az emberek nem felejtik el Horváth Oszkárt vagy Puzsér Róbertet, bármit is csináltok, legfeljebb egy pár ezer év múlva, akkor az egy ilyen illúzió, és amikor tehát és végső soron ebből a nagy távlatból ugyanoda kerülünk. Igen.
Ez nagyon szörnyű, hogy azt mondod, hogy amit nem felejtenek el, és utána rögtön a szerzőkre hivatkoztál, tudod, hogy, hogy még akkor te mégsem azt akartad, hogy olyat hoz létre, amit nem felejtenek el, hanem hogy téged ne felejtsenek el. Ezért mondom, hogy az ego folyamatosan eltéríti a dolgokat. Amikor, de... amikor a halál közelében, ahogy a Robi az előbb azt mondta, hogy lehet, hogy a, tudod, az a haldoklásnak a része, amit megél a, a túloldalon járt és visszajött ember, nem pedig a halálé, hogy ott sem biztos, hogy Isten hangját hallja, hanem az egójának a könyörgését az életért, hogy jó, úristen, de félek, én nem akarok innen elmenni, hát ez voltam, ez vagyok én. Ha van egy nagyon erős küldetés tudatod, akkor én elhiszem azt, hogy van olyan, aki képes ennek a küldetés tudatnak alárendelni a saját egóját és a saját létezését, de ettől függetlenül azok a, azok a munkáid, amiket magad után hagytál. Az előbb, amikor mondtad a Robi az Isten ábrázolást, akkor eszembe jutott a reneszánsz, és annak kapcsán így most rákerestem valamire, amit így, így távolról megvolt nekem, hogy Arisztotelész munkája az nagyon sokáig el volt felejtve, és egy muszlim csávó volt az, aki lefordította, őt Al-Mamunnak hívták, aki lefordította az ő munkáját, aztán ezt Al-Ghazali teljesen el is utasította, és ezután megtörtént Európában a reneszánsz, tehát Arisztotelész munkája alig, hogy túlélte a történelmet. És ki tudja, hogy legközelebb mikor fog ilyen történni? Hogy hány év kell hozzá, és hogyha nem 1000 év múlva fog megtörténni, akkor még nem vártunk eleget, de meg fog. Oszi, te úgy fogalmaztál, hogy a más halála is fáj neked, és hogy ez hogy fájhat, és hogy miért fáj. Hogy van ez a közös rész, van ez a közös, ez a mély réteg, ahol mi egyek vagyunk, és az áthat. Hát ezt az ideggyógyászat úgy hívja, hogy tükörneuron, a pszichológia meg úgy hívja, hogy együttérzés vagy empátia, de hát ez tulajdonképpen a lelkiismeretnek a tulajdonság, a lelkiismeret működésére utal. Van egy közös hely valahol belül, még hogyha ez csak egy illúzió is. A tükörneuron ezt valóságként kezeli és érzékelteti. Tehát amikor te látod, hogy a másik embert ölik, és azt nem bírod elviselni, tehát, és ez most már habitustól függő, hogy odarohansz segíteni, vagy elrohansz, hogy ne is lásd, de akárhogy is, ez neked én idegen. Pedig miért kéne, hogy én idegen legyen? Ez nem a te éned, és tudod, a pszichopata, meg a lelkiismeretlen, az oda megy bámészkodni. Mert ő, tudod, ő nem a rettenetet látja, amit az együttérző ember, a tükörneuronnal bíró ember, hanem ő megmámorosodik, ő valami csodát lát. Valami csodát lát, ő a pszichopaták a pusztulatban úgy gyönyörködnek, átképzés nélkül, ahogyan az egészséges pszichéjű emberek a művészetben, ami ugye szintén a fájdalomnak az átképzése katarzissá. Na most a helyzet az, hogy a pszichopaták nyersen zabálják. Tehát művészi átképzés nélkül okoz bennük gyönyört a szenvedés. Nem kell a művésznek átképezni a saját szenvedését a műalkotáson keresztül, ő benne katarzissá, hanem önmagában a nyers szenvedést látja, és az benne direkten katarzissá válik, kicsit olyan, mintha a húst nem megsütve, meg megborsozva, megsózva jó fokhagymásan készíteni el, hanem kitépné abból a másikból, és úgy falná fel. Itt az esemény hat a nézőre, a néző hat az eseményre, azaz, ha nem vagy pszichopata, mégis kénytelen vagy nézni ezeket a borzalmakat, akkor előbb-utóbb kiöl belőled valamit, ami korábban ott volt. Lassan a műsor végéhez érünk. A halállal kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy nekem úgy tűnt, hogy nem kell tőle félni, de ez sem elég jó tanács, mert nem kell hozzá vonzódni sem. Ugye baromi nehéz egy jó helyre helyezkedni ezzel kapcsolatban, hogy annak az embernek, aki mondjuk reményvesztett, annak azt kellene mondanod, hogy szeresd az életedet, és ne vonzódj, ne csodáld a halált, míg annak, aki retteg tőle, és közel van neki, de nem szeretne meghalni, az élete vége felé van, tudod, de ragaszkodik az élethez, annak meg úgy kellene róla beszélned, hogy ne félj tőle, mindenkivel megtörténik, tudod, és utána már nem fog fájni, nem fog hiányozni senki. Nagyon nehéz ezt középen meglovagolni. Az a tény, hogy valaki fél a haláltól, az elég jó jel arra, hogy szeret élni.
Az a tény, hogy valaki nem fél a haláltól, sőt úgy van vele, hogy jó lenne már letenni a terheket. Nem bánnám, tudod. Persze a Pudin próbálja ilyenkor is az, hogy hol a ráklelet. Ráklelet nélkül könnyű ezzel pózolni. Ilyen ráklelettel a kézben is azt mondja, hogy hát most már nem bánnám, ha vége lenne, alig ha szeret élni az illető. És tudod, a halálfélelem épp oly természetes, mint az életfélelem, és a halálvágy, ahogyan az emberben nem csak életösztön, hanem halálösztön is munkál, és bizony a szenvedésre a halál a gyógyír.